Balázs Bécsi Attila. 56 éves tanár, történész, művészettörténész, civil szervezet és iskola alapító. Szamosújvárra letelepedve a történelem oktatása mellett közösségépítő szerepet is magára vállalt, és már 1990-ben elindította a Szamosújvári Táncház mozgalmat. A 90-es években megalapította a Téka Művelődési Alapítványt, amellyel közművelődési, oktatási és ifjúsági programokat szerveznek a város és a környék magyar közössége számára. Megalapozta és megerősítette a magyar nemzeti identitást Szamosújváron és környékén, valamint a mezőség szorványtelepülésein is. 1995-ben létrehozta a Téka Művelődési Központot, amely közoktatás és kulturális intézmény is egyben. 2001-ben életre hívta a mezőségi Téka Szorvány Kollégiumot, így biztosítva az anyanyelvi oktatást azoknak, akiknek ez nem elérhető. Az elmúlt tanévben 30 településről származó 130 diákról gondoskodta. Munkásságának legnagyobb megvalósítása a Szamosújváron működő mezőségi iskolaközpont felépítése és megalapítása. Az új iskola Balázs Bécsi Attila elszántságának és kitartásának köszönhetően jött létre, és megkoronázta a mezőségi szorványoktatás stratégiai fejlesztését. Balázs Bécsi Attila, a Szamosújvári Téka Alapítvány elnöke, a 2020-as év Gránit Oroszlán Példakép díj egyik nyertese közéleti kategóriába. Üdvözlöm, Attila! Én is üdvözlöm, és köszönöm a megtiszteltető díjat. Az látszik az ön bemutatásából és jelöléséből, hogy hihetetlen sok dolgot hozott létre. Tehát egy ilyen olyan, mint aki sorban szüli férfi létére a világra a dolgokat, hogy honnan ez az elköteleződés, ez az erő, vagy csak egyre mélyebbre ásott? Hát elsősorban szülőfalumot említeném meg, Gyergyó remetét, az ottani embereket, a székelyföldi közösséget. Egy életre meghatározott engem az a 18 év, amit Székelyföldön töltöttem. Utána elkerültem, és másfelé vitt a sors és a feladat. Hát Gyergyó remetén a székely közösségben láttam azt, hogy közösségben dolgozva sokkal több eredményt tudunk elérni, és sokkal többet kapok is a közösségtől. Tehát ezért határoztam el azt, hogy ha majd lehetőségem nyílik rá, akkor ebből vissza is adok. És tanáraim példája, később a csíkszeredai Márton Áron liceumban jártam, tehát tanáraim példája, majd az első kolozsvári években a táncház mozgalomban való aktív részvételem mind megerősített ebben, hogy mennyire fontos egy erős közösség. Ezért, amikor lehetőségem nyílt rá, akkor megpróbáltam valamit vissza is adni, hiszen vallom azt, hogy ha elvárjuk azt, hogy kapjunk valamit, akkor vissza is kell adni. Miben van a közösség ereje? Hát sokat hallunk, otthon bocsánat, nekem, igen. Sokat hallunk arról, hogy mindenki közösséget akar építeni, fontosnak tartják a közösségeket, de ugyanakkor az emberekkel is meg kell értessük, hogy ugyan jobb otthon egyeseknek tévét nézni, vagy sorozatokat nézni most már az interneten, mert rengeteg tartalom van, de hogy az ő életükbe is mennyire fontos a közösség. Ugye nem csak a közösség szervező életében. Miről szól a közösség? Hát számomra mindegyik közösség valami mást jelentett. A Gyergyó remetei székely közösségben nőttem fel 14 éves koromig, az a biztonságot, az otthont jelentette. Mindmáig azt jelenti, mindmáig hazamegyek Remetére. Később a csíkszeredai Márton Ároni közösség már azt jelentette, hogy bekerülve egy közösségben megvan a te jól meghatározott helyed. Ha azt elfogadod, akkor megbecsülnek. És ez a hely attól függően, hogy mit tudsz visszaadni a közösségnek, állandóan változik. Ugye 9-10-es korunkban el kellett fogadjuk a bentlakás szigorú szabályait. De 11-12-ben már felelősek voltunk a kisebbek iránt, hogy a kisebbek betartsák a programot. A táncház mozgalom közössége megint egy mást jelentett számomra.
azt jelentette, hogy olyan értékeket kapok, amelyek lassan már elveszőben vannak. Viszont ezek az értékek, ha a falusi közösségben el is múlnak, ki is halnak lassan, de továbbra is képesek közösséget összehozni és közösséget tartani. Tehát a táncházmozgalom egy életre meghatározott, és nem is csoda, hogy utána, hogy Szamosújvára kerültem, a táncházat használtam fel arra, hogy úgymond eszközként egy erős fiatal közösséget létrehozzak, amelyikre támaszkodva sikerült mindazokat a dolgokat létrehozni, amit most 30 év után eredményeinknek mondhatom. Pont erre akartam rákérdezni, hogy látszik, hogy mindez a táncház gondolatából származik, ugye, és hogy a szórvány vidéken mennyire fontos lehet az, hogy valaki több magyar vidéken született és szocializálódott, és utána a szórványba kezdett építkezni, hogy bontsuk ki ezt egy kicsit, hogy mi minden van a táncházban, ami ilyen erős gyökér lehet, mert sokan már nem értik ezt. Hát ugye a táncház mozgalom a 70-es években indult el igazából. Én a 80-as években kerültem be, akkor, amikor fokozatosan úgymond egy föld alatti mozgalommá vált Kolozsváron, hiszen 83-ban betiltották. Tehát egyrészt ott volt az, hogy egy befogadó közösségbe kerültem, ahol azt éreztem, hogy tanulhatok valamit, és hasznos is lehetek. Nem beszélve attól a rengeteg értéktől, amit megismerhettem, és ami nem csak egyszerűen az ember mozgását, életszemléletét határozza meg, hanem felelősséget is ad. Tehát 83 után viszont, amikor betiltotta a kommunista rendszer a táncházat, és titokban, úgymond illegálisan szerveztünk itt-ott, akkor megint megadta azt a bizonyos tiltott gyümölcs ízét, megint megadta azt, hogy mi olyan dolgot csinálunk, amitől fél a hatalom. Ha betiltja, azt jelenti, hogy fél. És akkor még határozottabban és még eltökéltebben jártuk a falvakat, hát itt elsősorban Kalóz Zoli bácsinak köszönhetően végigjártuk az egész mezőségi, kalotaszegi térséget, és ugye elsősorban mezőségen itt megfogott az, hogy szórványban, ahol mindenki azt mondja, hogy egy holtengerben él a magyar közösség, ahonnan mindenki menekül, ott milyen gyönyörű, színpompás viseletben, és mekkora életörömmel élnek az emberek, és mennyire ragaszkodnak a magyarságukhoz. Én Székelyföldön nekem könnyű volt magyarnak lenni, hiszen teljesen úgymond 100%-os magyar környezetben nőttem fel. De itt, ide kerülve láttam, hogy bizony más közösségek keményen megharcolnak azért, amit mi Székelyföldön úgymond készen kapunk. Ezért az első időszakban sok összetűzésem is volt ugye az otthon maradt kollégáimmal, akik ugye egy kicsit lenézően tekintenek, s tekintettek a mezőségi magyarokra, akár csak akkoriban a moldvai csángókra, vagy a gyímesi csángókra is, ugye megvolt ez a székely büszkeség, hogy mi vagyunk az igazi magyarok. Hát ebből vissza kellett fogni itt. Én miután ide kerültem, rájöttem, hogy ugye a székely az fenyőként megtörik, de nem hajol, de a mezőségi magyarság úgy maradhatott meg, hogy néha meg kellett hajoljon. Tehát rengeteg tudást, rengeteg élményt tudtam felhalmozni a táncháznak köszönhetően, és ez az elkötelezettség, hogy egyrészt mentsük ezt a kultúrát, vigyük át városi környezetbe, adjuk át a fiataloknak az értékeket, amiket a fiatalok tovább vigyenek, egyrészt ez az értékmentés, másik pedig ez a felelősség. A felelősség azért, hogy amit már említettem, kaptam valamit ettől a mozgalomtól, kaptam valamit ettől a kultúrától, kötelességem valamit vissza is adni. De mégiscsak ugye ez egy hivatás, ami olyasmi a hivatás, olyan szép magyar szó, hogy mint az ember belülről hallaná, hogy megfújták a trombitát, és meg is mondják, hogy mit kell csinálni egész pontosan. Hogy ez rátört egyszer csak, vagy ez ilyen lassan alakult ki, és elkezdett valamivel foglalkozni, és akkor egyre tágabb és egyre nagyobb lett, vagy ez már a kezdetétől egyfajta
hogy mondjam, a cél megvolt, csak az eszközök jöttek később. Hát én azt hiszem, és ahogy visszatekintve átgondolom egy kissé a dolgokat, hogy nagyon sokat kaptam a családomtól. Hát én árván nőttem fel, mert édesapám 5 éves koromban meghalt, édesanyám nevelt, aki egy nagyon határozott, keménykező asszony volt. Viszont ott volt mellettem nagytatám, aki tulajdonképpen a két világháború között politikailag úgymond vezette a falut, és ő felelt ezért a közösségért. Én azt hiszem, hogy az ő példája hatott rám a legjobban, és utána, mint már említettem, ezek a hatások, amik értek, az egyetem után egy nagyon fontos hatással volt rám az, hogy az akkori kötelező kihelyezés következtében engem a moldvai csángók közé helyeztek, Jugányba, Szabófalva mellé, ahol úgymond mély vízbe kerültem, alig beszélő, archaikus magyar nyelvet beszélő magyarok közé, akiknél tapasztalhattam azt is, hogy mit jelent úgymond a nap mint napi rendőri üldöztetés és megfigyelés. Úgyhogy 90-ben a rendszerváltás után, amikor visszakerültem, és Szamosújváron a feleségemmel közös döntés nyomán letelepettünk, akkor azért telepettem le, mert már akkor elhatároztam, hogy valamit szeretnék ezért a szorvány közösségért tenni, de úgy, hogy egy picit otthon is érezzem magam. És nagyjából nem is fordult meg az a fejünkbe, hogy visszatelepedjünk Székelyföldre. Ha meg is fordult azt, akkor már azzal a azzal a megfontolással lett volna, hogy elsősorban a családdal foglalkozzak. Itt viszont ide kerülve, akkor már kezdettől fogva szerettem volna valami többet. Tehát lassan, fokozatosan alakult ki az elköteleződés, és ennek nyomán szintén lassan és lépésről lépésre kezdődött a munka. Hát tanárként megtanítottam a tantárgyat, elvégeztem a munkát, történelem, filozófia szakon végeztem, nagyon kevés ilyen pedagógus volt, aki magyar nyelven akkoriban tudott tanítani, tehát volt munkahely. Viszont már a 90-es években elkezdtünk táncházat szervezni a testvéremmel, Balázs Bécsi Vilmossal itt helyben, és a táncház szervezés nyomán jöttem rá, hogy ezek a fiatalok mennyire kiéhezettek arra, hogy valaki figyeljen rájuk, hogy valaki délutánonként is foglalkozon a tanórán kívül velük, és fokozatosan alakult ki, hogy nem csak tanítani, nevelni is kell ezeket a fiatalokat, és nevelni elsősorban nem az órán tudod, hanem azzal, hogy megpróbálsz minél többet velük lenni. Úgyhogy előzőleg szerveztünk diszkót, szerveztünk táncházat, minden évben kirándulásokat szerveztem a Székelyföldre, és így fokozatosan már 2-3 év alatt kialakult egy erős közösség, egy erős fiatal közösség, amire már lehetett támaszkodni, és lehetett komolyabb terveket elindítani. Tehát megint egy lépés volt az, amikor nem elégedtünk meg azzal, hogy táncházat szervezünk és táncházba járunk, hanem akkor próbáljunk most egy tánccsoportot, és ugye lássák a szülők is, hogy mivel töltik a gyerekek az időt délutánonként. A tánccsoport, mikor létrejött, akkor hát sikerre halmozott, eljutottunk Franciaországba is, itthon nyomban a polgármester felhivatott, felelősségre vont, milyen jogon képviseltük mi Romániát, kirúgtak minden próbahelyről, úgyhogy a következő lépés az volt, hogy legyen saját próbahelyünk. Úgyhogy így az IÉS közalapítvány Magyar Ház programján keresztül megpályáztuk, és köszönhetően Kötő József úrnak sikerült is saját ingatlan tulajdonosai legyünk. Ez megint egy újabb felelősséget jelentett, hiszen ez magyar házként kell működjön, itt nem csak táncolunk ezután, hanem valami többet is kell tenni. És így jutottunk el oda, hogy ez a Magyar Ház, ez a Magyar Művelődési Központ már az egyik kevés Erdélyben kiválóan akkreditált tehetségpont legyen, közművelődési tevékenységünknek köszönhetően. Na de mikor meglett ez a művelődési központ, akkor rájöttünk, hogy hoppá, Szorványban létrehoztuk ugye közben a Téka Alapítványt,
és rájöttünk, hogy Szórványban egy alapítvány nem csak művelődéssel kell foglalkozzon, hiszen a Szórványnak éppen az a jellemzője, hogy nincsenek saját intézményei, saját erőből nem tud saját intézményeket fenntartani. Úgyhogy kell foglalkozzon egy szervezet oktatással, sporttal, szabadidővel, szórakoztató rendezvények szervezésével. Úgyhogy így csatlakoztunk 2000-ben végül is a Szórvány oktatási programhoz, amit a Kallós Alapítvány indított el Válaszúton, és így hoztuk létre a bentlakást. Ez megint egy újabb minőségi lépés volt a szervezetünk életében, és megint az van, hogy úgy tudtunk lépni, hogy a körülöttem lévő fiatal közösség állandóan megújulva, de a régiekkel együtt olyan szakmai tudást halmozott fel, amire méltan rábólintottam, hogy igen, ezt most már ti fogjátok ezután tenni, mert sokkal jobban értetek hozzá, mint én. És így akkor sikerült a Szórvány kollégiumot is elindítani, és manapság a legnagyobb erdélyi Szórvány kollégium a Téka mezőségi Szórvány kollégium. Na de innen kikerültek a gyerekek, végeztek, visszamentek falura egy részük. Így szükség volt megint lépni egyet. Így hoztuk létre a Tóvidék programot, hogy próbáljuk a szülőfalut is élhetőbbé tenni, hiszen itt megismerkedtek egy minőségibb élettel, egy igényesebb élettel, hazakerülve visszakerültek úgymond a mezőségi közösségben, hát akkor próbáljunk élhetőbb szülőfalut létrehozni számukra. És így lépésről lépésre jutottunk el ugye a legnagyobb projektjeinkhez, hogy építsünk saját iskolát a mezőségieknek, önálló magyar iskola központ legyen a mezőségiek számára, és ahogy mondom, mindig azért mertem belevágni az újabb és nagyobb és nagyobb tervbe, mert hátam mögött tudtam ezt a közösséget. Tehát leültünk, mindig megbeszéltük, elvállaljuk, nincs ki elvállalja, akkor megcsináljuk. Á, de ha jól értem, akkor mégiscsak úgy nézett ez ki, ahogy milyen szerencsés is az ember, ha helyén van az esze, hogy az elején ugye lehet, hogy nem volt az olyan jó érzés, hogy oda gyimesbe kihelyezték, de aztán mégis abból származik egyfajta indulás. Utána az egész szamosújvári indulás. Utána az, hogy kirúgták a sikerek miatt a próbahelyről. Tehát néha-néha az ember olyan helyről kap segítséget, azért is örültem, hogy végigmondta ezt az egészet, ahonnan nem is gondolná, hogy mikor a problémából lesz a megoldás. Ez az egyik oldala. De a másik oldala mégiscsak arról szól nekem így külső hallgatóként, hogy ehhez kellett egy életmunkája. Mert az, hogy végig kísérni olyan közösségeket, akiket gyermekkoruktól kísértek, és akkor a felnőttkori problémáikra is megoldást, és a visszaköltözésükre is megoldást, és már az ő gyerekeiknek az ügyére is megoldást kell találni, oda mégiscsak kellett egy valaki, és itt jön be a közéleti példaképség, ugye, hogy valaki az egész életét ennek szenteli, akkor egy ilyen folyamatosan bővülő és mindenkit elérő megoldás, egy láncot hoz létre, ha meg valamikor megunja és abba hagyja, és elmegy másnak, vagy az egészet hagyja a fenébe, akkor mindez megtörik, ugye? Hát itt azt hiszem, hogy sokat játszott, nagy szerepe volt a Székely Konokságnak, a Csak azért isnek, hogy csak azért is megcsinálom, és amit azt vallottam s a gyerekeimnek, én már így nevezem őket, bár felnőttek, családosak, és azt tanítottam, hogy mindent meg lehet valósítani. Mérd fel helyesen az erődet, nézz körül a világban, nézd meg, hogy milyenek a körülmények, és biztosan meg tudod valósítani, ha akarod, csak tartsál ki, konokul. Sokan vádoltak konoksággal, ezt kezdtem el, és úgy éreztem, hogy mindegyes lépést nem tudom abba hagyni, ha nem fejezem be. De viszont ha befejeztem, ez már generált egy újabb igényt, amit megint fel kellett vállalni. Ahogy elkezdtük már a 90-es években is, ugye hát sok helyen elég nagy szakember hiány volt, úgyhogy az első eredmények után elkezdtek engem is hívni különböző helyekre, tehát Kolozsvárra tanítani, egyetemre is tanítani, mivel művészettörténetet végeztem, magyarul ez kevés volt, akkoriban aki tanítson, utána rádióhoz, különböző intézményekhez hívtak, és mindig azt mondtam, amikor hívtak, hogy
Most köszönöm szépen, de most nem tudok menni, mert ezt elkezdtem, és ezt szeretném befejezni, nem akarom otthagyni. És akkor maradtam. Egy idő után megunták, és rájöttek az emberek, hogy innen úgysem tudnak kimozdítani, és egy dologban vállaltam kilépést, de azt is csak úgy, hogy itt is folytassam a munkát. Úgyhogy elvállaltam az iskolaépítés idejében azt, hogy megyei tanácsos legyek Kolozs megyében, arra számítva, hogy ezzel is hozzájárulhatok ahhoz, hogy a legnagyobb anyagi ráfordítást igénylő tervünk megvalósuljon. Tehát következetesség, konokság, kitartás, mindez szükséges, és szükséges az, hogy az ember jól érezze magát ott, ahol él. Mondom is mindig, hogy ott van a világ közepe, ahol te élsz, tőled függ, hogy élhetővé tegyed, és tőled függ, hogy a melletted lévők is minél élhetőbbnek érezzék. Hát van ugye jó konokság, meg a rosszban is lehet konoknak lenni. Hogy mi az, ami jó pályán tartotta ezt a konokságot? Vannak olyan mesterek esetleg, akire ön is hallgat, akitől ön is tanult, vagy olyan példaképek, akinek a példája mindig ott lebegett, vagy akár fiatalabbak, akiknek a dolgai miatt az ember felnőttként is, vagy idősebbként is tanulnia kellett. Mi az, ami a konokságnak jó célt adott? Hát szerintem a felelősség, hogy fiatal életeket határozhatsz meg, és nem mindegy, hogy milyen irányban határozod meg ezeket az életeket, nem mindegy az, hogy milyen példát mutatsz, nem mindegy az, hogy milyen terveket mutatsz fel nekik, tehát felelős vagy értük. Pedagógusként ezt a felelősséget, ezt nagyon komolyan el kell sajátítani, és ki kell tartani emellett. Tehát akkor is, amikor, amint említettem, hogy hívtak több helyre, hát mindig leültem konzultálni a közösséggel, a gyerekeimmel, a körülöttem élő fiatalokkal, és kikértem a véleményüket. És ha azt mondták, hogy ne menjek el, akkor nem mentem el, mert éreztem, hogy szükség van rám továbbra is itt. És mi mindenkinek, hát természetes, hogy nekem is voltak példaképeim, ha így különösebben nem emelhetem ki, de hát kezdettől fogva engem is meghatároztak emberek, akik tanítottak engem, Gyergyó Remetén például Garda Dezső tanította történelmet, Bakos Júlia tanárnő állított rá engem a történelem irányra, már ötödikben, később Garda Dezső a szakmaiságával és tudásával rádöbbentett, hogy itt egy igazi tudomány is létezik, nem csak propaganda. Csíkszeredában, ott nem kell említsem, még a régi tanári gárdát kaptam ki, akik ha nem is tanítottak közvetlenül engem, de mivel bent lakásban voltam, hát ott eleve megismertem őket, és bizony azt a karakánságot, azt a közösségi elkötelezettséget, azt az igényességet, de ugyanakkor a nyitást az új felé, ott szívtam ezek magamba, ezeknek a tanároknak köszönhetően. Utána, hogy bekerültem a kolozsvári táncház mozgalomba, hát meghatározó személyisége volt Zoli bácsi, Kallós Zoltán, aki kezdettől fogva felkarolt, magával vitt mindenhova a többi táncházassal együtt, és benne láttam meg azt, hogy hatalmas dolgokat lehet megvalósítani úgy, hogy az embernek nem a legfontosabb a pénz, az anyagi, hanem az a bizonyos szellemi erő, ami hajtja az embert, hogy hagyjon maga mögött valamit. Úgyhogy ide kerülve Szamosújvárra, itt is voltak olyan személyek, akiknek nagyon sokat köszönhetek, hiszen én székelyként végül bekerültem egy, úgymond egy idegen közösségbe. Itt el kellett engem fogadjanak. De viszont olyan széles látókörű emberek indították el a befogadásomat, mint például Szalontai Mihály Barna, Ferences atya, aki bizony megjárta a börtönöket, és gerincességben nagyon sok embernek példát mutatott és mutathatott.
vagy Lengyel Marika néni, aki a kitelepítettek között volt a 40-es évek végén, 50-es évek elején. Tehát ezek az emberek Zoli bácsin keresztül nagyon hamar megismertek engem is, és ahogy odaérkeztem a városba, és én kijelentettem, hogy az akkori 90-es évek elején nagy forradalmi lendületben, hogy én is akarok valamit tenni, hát akkor mindenki nekifogott valaminek, csak kevesen tartottak ki. Hát ezek az emberek megláttak valamit bennem, és mellém álltak, és segítették azt a folyamatot, hogy ez a szamosújvári közösség befogadjon. Tehát egyrészt a felelősség a gyerekeim, a tanítványaim iránt, másrészt a jól leszűrt példaképek és személyek, személyiségek meghatározták ezt a kitartást a célok mellett. Mi itt egy férfi példakép díjat adunk ki, mert azt látjuk, hogy a férfiak javarészt már csak a munkahelyeken vannak részt, és vesznek részt, és nagyon csekély az aktivitásuk a családokban is, de a közösségek szervezésében is, holott régebben ez egy abszolút férfi feladat volt, a közösségek megtartása. Hogy ez mai világba áttérve, hogyan látja, mennyire szükségesek a férfiak, vannak-e férfiak, elegen vannak-e a közösségek szervezésében, és jól tesszük-e, hogyha egy picit motiváljuk őket arra, hogy ez valóban egy férfi dolog, nem, ez nem egy semmi női dolog nincsen a közösségszervezésben, nem. Én itt a politikán kívüli részben gondolkodok, mert a politikában ott gyúródnak, de a politikán kívüli közösségi dolgokban nagyon csekély a részvételünk. Tehát, hogy én ezt szívem szerint erősíteném, az onnan hogy látszik, ahol ön ül? Hát én is egyértelműen ezt látom, azt látom, hogy egy olyan folyamat létezik, és sajnos erősödik, ami a férfiak számára egyrészt a nem politikai közéletből való kivonulást jelenti, de ugyanakkor azt is látom, hogy a környezetemben is, családomtól kezdve egészen a nagyobb közösségig, az általam irányított nagyobb közösségig, hogy szükség van a férfi példaképre. Otthon a családban a kislányom, mikor ösztönösen hozzám rohan, akkor a biztonságot keresi. A biztonságot, de ugyanakkor a szeretetet is megkapja. A közösség is gondolom valahogy így működik, hogy fontos az a biztonság, amit a férfiak nyújthatnak. Nem mondom, hogy a nők ezt nem tudják nyújtani, hisz édesanyám példája lebeg mindig előttem, de ez más típusú, amit a férfi nyújt. És egymást kiegészítve a közösségépítésben, a társadalom közösségépítésében akkor lehet igazából nagy dolgokat létrehozni, ha a két energia kiegészíti egymást. És egy intézménynél is látom, hogy biztonságot jelent az, ha férfiak is vannak az intézményben, biztonságot jelent a munkatársaknak, biztonságot jelent a közösségnek. Önnek személy szerint élménye az, hogy végső soron ugye az ember a családjában apa, de hogyha tágabb közösségekért vállal felelősséget, és példaképé válik a kollégái számára, a város számára, nagyobb közösségek számára, akkor egyfajta atyai ilyen lelkület származik ebből, hogy ez okoz-e valamiféle, egyrészt felelősségvállalás biztos, de hogy elégtétel, tehát vágyakozzanak-e mások arra, hogy tágabb felelősséget vállaljanak azért, mert az apán túl atyák is lehetnének. Ezt akarom én itt valahogy vonzóvá tenni, ha ez lélekben megérinti az embert. Hát... Vagy van-e ilyen egyáltalán, vagy én rosszul gondolom, hogy nincs is ez az atyaság? Hát létezik, és kialakulhat ilyen dolog. Én személy szerint én általában kerülöm a nyilvánosságot. Tehát nem nagyon szeretek közösségben fellépni, szerepelni,
minden áron véleményt mondani, minden áron gyúródni és ott lenni elől. Inkább szeretem azt, hogy a háttérben keményen, következetesen dolgozzak, és az eredményeim szerepeljenek helyettem. Tehát itt a szamosújvári közösségben is, amit említettem, tehát mihelyt valamit valaki a közösségemből, a körülöttem lévők közül szakmailag sokkal jobban megcsinált, akkor én hátralépvem. Tehát ez az a bizonyos atyai szerep, ez számomra úgy ismeretlen ilyen értelemben. Lehet, hogy kívülről, sőt érzékelem azt, hogy kívülről így a város közössége bízik bennem, és amikor baj van, akkor, hát ez úgy van, akkor számít rám, akkor várja, hogy előlépjek. Olyankor mindig előlépek, és megoldjuk a gondokat. Hát utoljára ilyen 2016-ban volt, amikor az iskolát hoztuk létre, ugye befejeztük az építkezést, és nem akarták jóvá hagyni Bukarestben sem, Kolozsváron azt, hogy itt magyar osztályok induljanak. Én legszívesebben azt mondtam volna, hogy na, felépítettem ezt az iskolát, itt van Erdély egyik legmodernebb oktatási intézménye, most már átadom, használjátok, intézzétek a többi gondokat, de akkor hozzám jöttek, hogy meg kellene ezeket az osztályokat is oldani, és akkor muszáj volt előlépjek és megoldjam ezeket a dolgokat. Hál' Istennek sikerült is megoldani, mert bárhová mentem, érdekvédelmi szervezeten, politikusokhoz, szakmabeliekhez, mindenki tisztelettel közelített hozzám, és meghallgatott, és megoldotta a dolgokat. Tehát több ilyen eset is előfordult ebben a közösségben. Én úgy látom, hogy a háttérben azért számít a közösség rám, még ha nem is vagyok állandóan előtérben, és számít arra, hogy ha nagyobb gondok vannak, akkor előlépek. Mégiscsak az szűrődik le bennem, hogy van, aki a saját elhatározásából vállal atyai felelősséget a teremtett világért, és van, aki nem is gondolja, hogy őt a teremtett világ felruházza ezzel az atyai szereppel, és amit elmesél, abból számomra egyértelmű, és a jelölésből is egyértelmű, hogy mint közéleti példaképeként is önre így tekintenek, és ez bizonyosan az élete munkájának és a hozzáállásának és az emberi gerincének példamutatásának is köszönhető. Nagyon szépen köszönöm, és nagyon örülök, hogy egy picit belátást engedett abba, hogy mit gondol Balázs Bécsi Attila a világról és a saját életútjáról, az értékekről. És örülök, hogy a 2020-as Gránit Oroszlán példakép díjasok között üdvözölhetjük. Köszönöm szépen!